hip-hop. Ez igen. Bármi. Más itt a szél. De más nyelven suhog az erdő, s másként szólnak a padakok. Majd én mondjak? Majd én megcsinálom. Hát most nagyon megváltozott, hogy ilyen jobb a verdák, meg szebb a házok. Nem, valójában nem, ez nem igaz. Tehát, hogy túl misztifikálva se vagyunk szerintem, de lehet, hogy mondjuk így adják, hogy az interneten keresztül ez így terjeng, de amúgy pont szerencsétlen bulik sorozatán vagyunk túl, ahol általában nincs elég nézőszám, és ezért boldogtalanok is vagyunk egy picit. Amúgy valóban, amit mondtál, nagyon sok embernek tetszett, kaptunk hideget-meleget a lemezre. Nagyon sok rap rajongó például úgy érezte, hogy ez számára már túlságosan commerce. Pedig szerintem ez csak egy belépő volt a zene világába, ami ennél még zeneibb lesz, hogyha lesz. Sok a szép extra, besz a fejedet, forgatod a Király utcai teraszra, de hey, jó, figyelj ide, turpista nagy baszó, itt milyen a terep, neked maradas le, erről van nagy baszó, ez így frankó, lehet, hogy a kesszalon képes, de hogyha nem akar elég... Az, hogy sztárok lennénk, az szerintem az mindenképpen erős túlzás, igazából még csak most kezdtünk belelépni a show businessnek az ingoványos talajába. Show business. Show az van, business az még nem annyira. Egyre nagyobb. Egyre több helyen lépünk fel, nagyon boldogok is vagyunk emiatt, de nem járunk Mercedes-szel, se BMW-vel. Mondjuk esetleg azt már meg tudjuk csinálni, hogy minden nap beülünk és egy menüt megeszünk egy, nem tudom, egy másodosztályú étteremben. Rossz kritikát maximum csak annyi, hogy akinek az első lemez tetszett igazán, és azok a tipikus, hogy is mondjam, hip-hop rajongók, azok azt mondták, hogy mi már nem vagyunk annyira rélek azáltal, hogy nem vagyunk undergroundok, és hogy popposodunk, és ez lehet, hogy ők ezt rosszul érték meg, mi viszont ennek a kritikának kifejezetten örültünk, mert akkor ez azt jelenti, hogy van keresni valunk itt a zenészek és a zenei iparban között. A legjobb kritikák pedig természetesen azok, amikor az emberek olyan jelzéseket adnak, hogy a saját életükben így tudtak a zenék kapcsán tudtak megoldani a problémáikat. Túljutottak esetleg egy halálesetben vagy egy szakításon, és hogy a gondolatokkal azonosulva gyógyították magukat. Ez szerintem ami a legnagyobb, vagy ez a legnagyobb elismerés lehet egy ember számára, aki kiadja magából a gondolatait, és az úgy eljut, hogy le is jön a túloldalt, tehát hogy működik ez a csatorna. Minden nap életünk próbálgatással történik, meg menüzgetéssel. Próbáljunk fittek maradni, és egészségesek szellemileg és fizikailag, hogy erősek legyünk az olyan kihívásokra, mint az idei nyár, amikor a show már folyik, de a biznisz még kevésbé, ahol a barátom mondta. És folynak stúdiómunkálatok is, de a legtöbb időnket igazából a próba veszi el. Meg hogy a zenekarból, ami korábban három tagú volt, esetleg négy, két DJ, két rapper csávóval kiegészülve, illetve fordítva, az most zenekar reformálódott, és ezt a magot próbáljuk összehúzni és összegyűjtni. És élőzenét szekkel, illetve hogy élőzenét csinálni,
és a pop világába belelépni, ha tetszik valami. Tisztelet neked, ha fele barátodat tisztelet, ha bív helyett inkább a bív szeket ízlelet piszve. Respekt minden női testnek, vidéknek, meg Budapestnek, Grandmaster Flashnek. Attól, hogy egy zene befogadó képesebb, attól még nem kell, hogy gagyi legyen. Tehát itt ezt a vonalat, amit említettél, arra az a jellemző, hogy az kimondottan csak egy profitra épülő, mondani valóban nem rendelkező értékeket nem közvetítő zene. Amit mit csinálunk, azért adni jóval mélyebb. Mi belenyúlunk funk zenébe, jazz zenébe, blues zenébe. Egyszerűen olyan a hangszerelése és az előadás módja eleve intellektuál, a hangszerelése pedig teljesen cizelláltan kidolgozott, lépésről lépésre kitalált részekből épülő zene. Hogy ez az ócska szempler hip-hopból jöttünk szinte csak ki, tehát hogy ettől függetlenül a gyökereit megtartottuk az előadásmódunknak is, a rappelési stílusunknak, flow-unknak is, és a zene felépítésének is. De csak olyan szempontból gondolom ezt könnyű zenének, hogy a hangszerelésében van egy olyan hatás, ami miatt befogadóképesebbé válik olyan emberek számára is, akik szeretik a zenét. Most ha ugyanazokkal a zenékkel mozognánk, és ugyanezekkel a gondolatokkal, ahogy az első lemezen tettük, akkor valószínűleg ugyanúgy csak ezt a kis szcénát kaparnánk magunk köré. És úgy gondolom, hogy az, amiért egy író ír, vagy amiért egy zeneíró ír, annak a legfontosabb dolga az, hogy ez a csatornákon keresztül eljusson minden irányba, és megtalálja azokat az embereket, akiknek szüksége van rá, és akik neki jó érzést hoz. Megkérdélek Istenem, hogy ne a szegény ember bánts. De mit tehetne, ha előbb-utóbb úgyis eléri a kreditkráncs. Elküldik a cégtől, mondván, hogy nem költséghatékony, kritikus tömegét duzzad az utcákon. A sok hajlékony étel helyett kapunk jogot tisztán. Kiváltságként álszett ígéretekkel vértezve bukik a szavak. Igazából mi csak csináljuk a dolgunkat, és a legnagyobb visszajelzés az, hogyha egy héten el tudunk menni három különböző helyszínre koncertezni, akkor az valószínűleg minket igazol, hogy működik az, amiben belevágtuk a fejszínket. A kultúránk fogalmává is más vált alapul ostoba. Celeb világ, színész meg, bálvány imádat, bébé, mindegy mit csinálsz, csak dob ki azt a kis pi***t. Nem számít, ki látja, amit... Persze, elmondhatom, direkt nem akartam, de egy fantasztikus kislemezzel készülünk, amin abszolút csak sláger, gyanús számok szerepelnek. Csak mizu-mizu-mizuk lesznek. Csak mizu-mizuk lesznek, espék, fórok és kefirek meg tejfölök, de egyébként tényleg fantasztikus a jó kis zenék lesznek rajta. Egyet talán már hallhat is a közönség a mostanában és a koncertjeinkkel, ez a másfél hete című szám, és ez egy olyan album lesz, ami csak fesztiválokon meg vásárol. Kis lemeznek minősíthető. Az egész országot lefedő koncert turnénkat végigcsináljuk emberségbe, tisztességbe, boldogságba, békességbe, szeretetbe, szegénységbe is, ha úgy adunk. Köszi! Az út a földön, és hívott benne az
hoznak. Igaz, régi sineker a menetrendet, meg a trendet az internet keresi ki neked. Konzervatívan sikesen nincs rózsa, meg már csipkesen. Vissza egyik rímel, rózsák között vissza egyik rímesen. Manapság nem a vastag, de adódnak mindenféle vastag. Legyen a szállítóban szállító számokban gazdag. Én ki a lép, elhagyott neki a sokkal sételepet. Minden kanál után, mint a hételepet. Változtatok a világ, kerek vár a lőknek. Technikával taktikáznak a színélet bűnnek. Ezek régen, még títa volt a sok csillag az égen. Már a romantika nem más, mint antikor. A gyerekos az ezt megöleg, meg is mozgatom. Minden követ hiszem két bölcsetem, követ gyökeres tűnéptik érdemel. Fiatal, mérges, az öreg nyelve érdes. És a fény csak fénynek így a sérül, különöm szíten. Húszhozta a természetet, csak félig nincs az egészet. Más külön, más hozták, az osszal, amit hozták. Osszal, amit hozták. Hogy micsoda? Hogy nézd? Nem. Reporter. Gyerekek. Nem megy az úgy. Azért nem egy